Ömböly község egy közel 500 fős település Szabolcs megye délkeleti részén. Itt az elmúlt években több régóta várt beruházás is megvalósult. 2017. februárjában alkalmi határátkelő is nyílt Ömböjnél, Magyarország és Románia között. 2014 őszén adtuk át a határátkelő helyhez vezető utat, ami 330 millió forintba került. 2015-ben létesült a térfigyelő rendszer, amivel Ömböly jelentős lépést tett a közbiztonság javítása érdekében. Ezeken túl a vidékfejlesztési programban egy másik projektre is támogatást nyert a település. A közeljövőben szilárd burkolatú út köti majd össze Kisömbölyt és Nagyömbölyt. A mezőgazdasági úton nem tudnak áthaladni a személyautók, de a mentő sem. Ezért is kiemelten fontos beruházás ez a település számára. Terveink vannak, illetve hát azokat már lassan meg is fogjuk valósítani. Topos pályázatban nyertünk. Tehát területfejlesztési operatív program. Programból így van, az óvoda felújítás és tornaszoba építés, csapadékvíz program meg fog valósulni. Hunyar utca, Fenyves utca. Ez a 200 millió forintnál nagyobb beruházás. 108 millió forint a kettő. A vidékfejlesztési programba pályáztunk a faluházi IKST program, amely közel 30 millió forint. Ömböly polgármestere kiemelte, az elmúlt 8 évben a korábbi évek fejlesztési forrásainak 20-szorosával támogatta a kormány a települést.